Na hát ez egy 99-es Audi A4 V5, AFN, ugye a 110 lovas gyárilag. Egy, hát nem tudom pontosan megmondani, hogy 4 éve lehet a családban, édesapám vette, ő magának. De annyira megszeretette velem, hogy annyira ragaszkodtam hozzá, hogy igazából nem is volt más opció. Muszáj volt, hogy ez az enyém legyen, mert nem tudtam volna mást elképzelni. Aztán tőle így fokozatosan, ahogy elkezdtem dolgozni, úgy kaptam meg tőle, akkor kezdtem úgy jobban rákölteni, meg úgy, hát, na, igen. És az első dolgom az az volt, hogy felpolíroztattam, mert hát nem, sokan azt mondták, hogy fölösleges, de szerintem így is nagyon sokat segített rajta. Akkor, mint kiderült, a polírosan mondta, hogy valószínűleg az első gazdájánál fújva volt az autó. Én nem tudom, hogy ez mennyire igaz, mennyire nem igaz. A következő az, az volt, hogy vettem rá egy 18-as felniszettet, ami körülbelül hát egy 3-4 hónapot lehetett az autó, mire rájöttem, hogy teljesen fölösleges, mert nagy neki. Vagy legalábbis az első futóművéje van elgyengülve eléggé ahhoz, hogy a 18-as felni nagy legyen. A féltengely teljesen kinyírta. Szokás szerint természetesen ezt az autót is lekérdeztem a CarVertical segítségével. Itt láthatjátok is az eredményt. Ez szerint egy nagyon hibátlan autóval van dolgunk. Észlelt tevékenységek, 99-es, karbantartások végig. Az ilyen karbantartás az azt jelenti általában, hogy márka szervizben volt szervizelve, legfőképpen ők végeznek bejegyzést. Egészen 2016-ig láthatjuk ezeket a bejegyzéseket. Lopott nem volt. Bejegyzések mellett természetesen a kilométerórákat is bejegyezték. Itt van mondjuk egy kis kihagyás, de 2005-től nagyon szépen végig van vezetve. Sérülés nem volt, Martin boldog, felszereltség az most itt nem egy nagy extra. És lényegében ennyi képeket itt most nem látunk, viszont ilyenkor érdemes még lekérdezni az ügyfélkapun is, hát ha van valami extra információ ott is. De természetesen a helyszínen is mindig nézzétek át rendesen az autót. CarVerticalhoz most kedvezményt is kaptok a linken, amit a leírásban találtok. Nem, ez a 16-os, ez volt rajta, de ezzel is van egy vicces történetem. Tehát visszakerültek rá ezek a 16-os felnik, amit még édesapám vett rá. Nagyon max egy 17-es még lehet, hogy terve van rá. És egyébként az vicces volt ez a történet, mert tehát körülbelül 3 napja tehettem vissza ezeket a kisebb felniket. Amikor elmentünk megnézni egy ugyanilyet csak Avantba, Faternak, és belementem egy akkora gödörbe, hogy a jobb első felni meghajlott, tehát szétverte a felnit, és utána, mint kiderült, amikor egyengedték ki, amikor csinálták meg, akkor kiderült, hogy el is repett, és egyébként az még a mai napig itt van eltörve. A kipufogója az egy 55-ös nyitott rendszer van ráépítve, ugye a gyári kipufogója 55-ös, ehhez csak toldottunk 55-ös csöveket, de a végét meghagytuk ugyanúgy, hogy gyári legyen, vagyis legalábbis annak tűnjön. Viszont hát nem sikerült a legjobban, mert így is rengeteg szerintem. Hát délután 2-től 10-re értem haza, mert nem akarta kiadni sehogy a dolog. Kicsit szarul lett meghajlítva, és a hővédőlemezbe beleüt, úgyhogy belülről lehet hallani, ahogy bizonyos fordulatokon belekopog a kipufogó. Úgyhogy ez orvosolva is lesz nem sokára. De egyébként imádom a hangját. Annyi, hogy nekem még tervben volt, hogy elviszem megiratni az autót. Viszont elvittem a csíppeshez, és rádugta a gépet, és kiderült, hogy már meg van írva. Tehát viszont ő azt mondta, hogy nem nyúl bele, nem csinál vele semmit. Ha ő írta volna meg, akkor is ugyanerre írta volna a dolgokat rajta. Azt mondta, 140 lóerő körülre mondja, meg valahol 350 newton között, 350 és 400. Hát gyárilag az autó ugye 110 lóerős volt, és 225 newtonméter, 11 másodperces 0-100-as gyorsulása van, hát nem tudom igazából, hogy... Én boldog leszek, ha a gyári tudja, még mindig azt mondom. Csippel együtt? Aha. Hát a féknyergek, az is vicces. Én eldöntöttem, hogy citromsárgára szeretném csinálni a féknyergeket. A bal elsőt megcsináltam magamnak, az borzasztó lett. Befestettem még a fékbetétet is. Mindent, tehát tulajdonképpen minden citromsárgára festettem, amit értem. És akkor
eldöntöttem, hogy oké, akkor ezt befejeztük, akkor elviszem egy olyanhoz, aki ért hozzá, meg csinál már ilyet, hogy akkor csináljunk meg együtt, mert hál' Istennek egyik jó barátom szokott ilyet csinálni, aztán tudta, hogy működik ez. Először az volt az első terv, hogy levesszük ezt is, amit már én megkúkányoltam, meg a másik elsőt is, a jobb elsőt. Csak ez kudarcba fulladt ez a terv, mivel a jobb első kereket nem bírtuk leszedni. De minden létező dologgal próbáltuk. Vascsővel is, bármivel, mindennel, amit el lehet képzelni. Nem, ez nem akarta adni magát, úgyhogy maradt az a megoldás, hogy a két hátsót megcsináljuk, azokat le tudtuk venni. Hát ez is elég érdekes történet volt, mivel volt nekik egy ilyen, még egy ilyen békebeli emelő, ami, tehát be lehetett tolni az autó alá, és felemelt az egész autót, tehát lehetett volna egyszerre csinálni a két hátsót. Betoltuk alá az autó alá, megemelt, csinált egy próbaemelést a srác, engedte lefelé az autót, és az emelő, az elektromos emelő leverte a biztosítékot úgy, hogy a kocsim rajta volt. Még a levegőben. Ez egy telephelyen volt nekik, körülbelül 340 ezer biztosíték van, jó, csak túlzok, de rengeteg van. Egy fél órán keresztül kerestük, hogy hol lehet levágva, és maradt még egy biztosíték, ami a szomszéd hangárban volt, egy elektromos kapu mögött, amit levert biztosítékkal elég nehéz kinyitni. Hát, úgyhogy elkezdődött a következő akció, hogy találjuk meg a kulcsot, amivel mechanikusan kibírjuk nyitni az ajtót. Na most ez nem jött össze, felhívtuk az apját, ő elmondta az összes helyet, ahol kereshetjük, amit már mindent megnéztünk egyébként. Úgyhogy maradt az a verzió, hogy szétszedtük a hangár oldalát, hogy be tudjunk menni a biztosítékhoz. Visszakapcsolta a biztosítékot, rohanunk vissza az emelőhöz, mert a kocsim még mindig rajta. Engedné lefelé, beégett a motor az emelőnek. De a kocsi még mindig rajta volt. Úgyhogy hát ott már elhangzott minden, már ilyettében arról beszéltünk, hogy veszek nekem új autót. De hát hál' Istennek egyik kollégánk bejött megnézni, hogy mi a helyzet. És úgy tudtuk kiszedni alól az emelőt, hogy két krokodillal megemeltük az autó hátulját. Ja, akkor nem volt magasan. Nem, tehát még akkor a 18-as felnél volt rajta, és még az épp, hogy leért. Megemeltük két krokodillal két oldalról az autónak a hátulját, és ketten ráncigáltuk ki alól az emelőt, úgyhogy a bal első illesztési ponton még egy picit hozzáért. Tehát, hogyha nem lett volna csak egy krokodil, akkor vége. Akkor nem tudom, hogy jött volna. Szerintem azóta is ott lenne. Akkor én délután 2 órára mentem. Na most 4:30-kor jutottunk körülbelül a fékhez, így az emelő sztori miatt. Majd utána körülbelül 9:30-kor végeztünk a két hátsóval. Tehát akkor már úgy voltunk vele, hogy biztos, hogy nem állunk neki az elsőnek. Egyrészt, másrészt nem tudtuk levenni a kereket. Tehát utána már otthon én, ha nem is emlékszek, hogy vettük le a 18-as felnőtt, mindegy, lényegtelen, de azóta se a srácnak, se nekem nem volt időm, hogy azt az egy féknyereket, ami még kimaradt, meg tudjuk csinálni. De terve van természetesen. Az autó így a programmal, hát pontos adatot nem tudok mondani, 60 literes a tankja, ha teletankolom, akkor 1100 km tudok vele elmenni durván. De az teljesen mindegy, hogy közlekedem azt az 1100 km-t. Ha szépen megyek, akkor is 1100, ha nehéz a jobb lábam, akkor is 1100. Abból kifolyólag, hogy édesapámé volt az autó, és nemrég kaptam meg tőle, még így szervizelésre nem nagyon kellett költenem, hál' Istennek, de már most érnek benne a dolgok, tehát az elejében kopog valami, ugye a 18-as felni a féltengely kinyírta, úgyhogy ezeket szépen lassan el kell kezdeni orvosolni. A motorjába ugye egyelőre csak a program van, a motorburkolat nincs rajta, mert most lett kicserélve a szerepdeklitömítés, és a motortér mosás is várat magára egyébként. Szóval tervben van rá egy 1749 VA turbó, ugye a hosszmotoros PD-nek a turbója, és 0,26-os csúcsok mellé. Azt mondta a csippesem, hogy aki írta nekem az autót, hogy ő ezt ajánlja, akkor nem kell hozzá coolerezése, semmi, ezt még elbírja így, ahogy van. És akkor, hogyha akkor majd ír rá egy programot, akkor 170-180 lóerő körül lesz majd az autó.
És az már szerintem bőven elég, azért nem is akarok nagyobbat, mert első kerekes, szerintem bőven elég egy első kerekes autónak annyi lóerő. Tetőkárpitja lóg, mint kb. 100-ból 99 társának. Ez nem tudom, hogy lehet orvosolni. Ja, a kormány utólagos benne, azt én vettem bele már, a háromágú sportkormányt. Azt is újra kéne bőröztetni, hát ilyen apróságok vannak rajta azért. Hátul semmi hely nincs az autóban, tehát hogyha magam mögött szeretnék utazni, még annak a Fornettinek is kicsi a hely szerintem. Tehát nagyon kényelmetlen lenne, hogyha én saját magam mögött akarnék hosszabb távon menni. Pláne azért, mert a fejtér is kicsi, tehát ahhoz, hogy kényelmesen tudjak ülni, lejjebb kéne mennem az ülésbe, de nem tudok annyira lemenni, hogy jó legyen a hely miatt, a helyhiány miatt. Szóval nem értem, nagy autó, hosszú autó, de hely, az kimarad belőle. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy ott lóg valami. Az a fűteti ablakmosó fúvókának a csatlakozója, ami biztonsági okok miatt nincs bekötve, mivel egyszer úgy gondolt, hogy kigyullad. Tehát én a nagyszüleimnél voltam az autóval, még akkor édesapámmal, ő vezetett. Beindult az autó, elindultunk, és tehát a fűtésen keresztül elkezdte benyomni a füstöt, és a motorháztető alól is elkezdett jönni a füst. És hál' Istennek lángra nem kapott, viszont dőlt az autóból a füst, és egyszerűen nem tudtuk elképzelni, hogy mi az. Majd utána vettük észre, hogy itt meg voltak olvadva a dolgok, úgyhogy valószínű, hogy ennek kellett annak lennie. Azóta nem is csinálta, hála az Istennek. De hol mi volt megolvadva? Hát onnan már ezt levettük, tehát itt volt egy műanyag rajta, nem tudom, hogy micsoda, egyébként nem tudom, nem értek ehhez a részéhez, és az volt, azon látszódott, hogy meg volt olvadva. Tehát az neki indult a dolognak. Elment szabadságra. Bagoly. Képest tényleg jó. Hát meg még kiszállok, ez szerintem lehet 9 környéke, erős. Igen. 9. Aha. Ja. Na, 9.01. 9.01. Sem emelkedőn amúgy. 0, hát 0,3 sem emelkedő, szóval ez minimális, az majdnem olyan 0. Hát figyelj, akkor az tényleg működik a chip. Működik. Nem is rossz. Ez jó. Ennek örülök. És most ennek tudatában mik a tervek? Hát, hogy ez minden el lesz tüntetve, mert az erő már megvan hozzá. Tehát ez a hely nem kéne ide, tudod. Érted? Tehát ezt elfelejtettem mondani az erőt. Tüntetést? Aha. Igazából más nem tudom. Én meg vagyok vele elégedve, büszke vagyok rá.